Az utánpótlás labdarúgó bajnokság középcsoportjában szereplő kiskörösi LC U19-es csapata április 13-án az Izsáki SSE együttesével mérkőzött meg a Revalópál sporttelepen, amelyre heti egyedzés alkalmával készült a hazai gárda. Az edzés látogatottság nem a legjobb az ifi csapatba. Mi azért hárman, négyen úgy a megye egybe heti három edzéssel tudunk készülni. Második fél időre azért a kondi, az jobb, jobban kijöttünk, berúgtuk végre a helyzeteinket. A kiskörösi gárda Szabó Dávid találatának köszönhetően már a mérkőzés 5. percében megszerezte a vezetést, azonban a 16. percben egy távolról szerzett góllal egyenlített az ellenfél. A második félidőben azonban tovább tudta növelni előnyét a hazai együttes, ezzel 4-1-es gólarányú győzelmet aratva az izsákiak felett. Az első gól a második fél időben, ott a holt utána egy-két-három perccel el tudtunk még egyet rúgni, azzal pedig már szerintem összeesett a dizsák is, és így tudtunk nyerni. A kiskörösi LCU 19-es gárdája ezzel megszerezte a győzelemért járó három pontot, legutóbb pedig a Solti FC csapata ellen lépett pályára, ahol 3-2-es gólarányú győzelmet arattak, így jelenleg 40 ponttal a tabella első helyén állnak a fiúk a 11 csapatos bajnokságban. Nem szabad hibázni többet, ha meg akarjuk nyerni ezt a bajnokságot. A, szerintem a kalocs elleni meccs ez mérvadó lesz, de minden meccset meg kell nyerni, nem hibázhatunk. A kiskörösi együttes legközelebb, május 4-én lép pályára, amikor hazai környezetben fogadják a solthat kertítéje Soltút gárdáját.